Befejezéséhez ért a Temesvári utca felújítása. A teljes beruházás bruttó 120 millió forintba kerül. Meg kell tudni állapodni a szomszédos polgármesterekkel és a kormánnyal, hogy meg lehessen oldani a közlekedés problémáját. Ezt mondta Cucor Gergely, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje azon a lakossági fórumon, ahol Selmeci Gabriella, a Fidesz országgyűlési képviselője is jelen volt. Új kiállítása készül a Bumárt, a budaörsi művészek Gárdonyban mutatkoznak be alkotásaikkal. És 40. tanévét ünnepli a Herman Otto általános iskola. A jubileumi rendezvényre közel 200 öreg diák ment el. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Befejezéséhez ért a Temesvári utca felújítása, és ami mostanában különlegesnek számít, a munkával határidőre végeztek. Igaz, nehézségek azért voltak. Az utca ugyanis nagyon keskeny, így különleges megoldásokat kellett alkalmazni. A felújítás részeként kiépítették a zárt csapadékvízhálózatot, térköves járda készült ott, ahol erre volt lehetőség, és parkolókat is kialakítottak. A teljes beruházás bruttó 120 millió forintba került. Lassan véget ér a Temesvári utca felújítása. Az útalapozás és a csatorna bekötések nagy részt elkészültek, az útszegély is a legtöbb helyen a helyére került már. A járda is lényegében kész, legalábbis ott, ahol a tereptani viszonyok a kiépítését lehetővé tették. A jó része már az alapozó munkáknak megvan, már látható, hogy a szegélyek kialakultak, most már csak a felszíni javítások vannak hátra, illetve maga az aszfaltozás. Szeptember 30-a szerződés szerinti határidő, amit a kivitelezők tartani is fognak. Az utca továbbra is két irányú marad, de az látható, hogy a két irányú forgalmat megpróbáljuk úgy biztosítani, hogy ilyen K-szegély kerül kiépítésre, amelyik lehetőséget ad adott esetben az autóknak a kitérésre. Bár a felújítás a szűk utcában rendkívül sok nehézséggel járt, a lakók többsége mégis inkább örült, mint bosszankodott, hiszen több mint 10 éve vártak már arra, hogy a Temesvári utca megújulhasson. Végre megcsinálják rendesen, úgyhogy szerintem nagyon jó lesz az utca. Már amikor a szegélyeket lerakták, már akkor egy olyan látvány volt végig, hogy más teljesen, mint ha felújít volna az egész utca. Most, hogy főszedték a régi aszfaltot, mindent megcsinálták, lebetonozták, a csatornát megcsinálták, vízelvezetőket, úgyhogy most ez így szerintem egy szép utca lesz. Mennyire tudtak egyébként itt közlekedni, és hát mennyire volt konstruktív mondjuk a kivitelező? Mi gyalog közlekedtünk, mert nincs autónk. De a sokan itt hát nem mindig tudtak kimenni, mert pont úgy volt főbontva, de olyan nagy probléma soha nem volt, én szerintem. De megérte? Megérte, így igaz. 2019 elején a Békisz projekt keretében indulhatott el a Temesvári utca csatorna hálózatának a kiépítése. Erre a város a fővárossal közösen pályázott sikeresen, így lényegében Budaörs számára ingyenesen készülhetett el a felújítás első szakasza. Ezt követően július-augusztus fordulóján indulhatott el a város finanszírozásában a vízhálózat és a járda kiépítése, valamint az útépítési munkálatok. Ezek megközelítőleg bruttó 120 millió forintba kerültek. Folytatódik a térségnek az utcafelújítási programja, tehát az Aradi utca után, a Fodros utca után, most a Temesvári utca is megújul. A Temesvári utca bizonyos értelemben egy érdekesség, kuriózum, mert egy nagyon keskeny utcáról van szó, ami egy picit meg is nehezíti a felújítását, de ennek ellenére ütemterv szerint halad. A felújítás során egy zárt csapadék vízhálózat kerül kiépítésre, vízelnyelőkkel, rácsos folyókákkal, ahol nincs ott a térköves járdaszakasz épül, és amennyire az utca engedi, a parkolási lehetőséget is biztosítjuk az itt lakóknak. A kivitelezés a tervezett ütemben halad, így optimális esetben októberben már megújult útfelületen közlekedhetnek majd a Temesvári utca lakói. Meg kell tudni állapodni a szomszédos polgármesterekkel és a kormánnyal, hogy meg lehessen oldani a közlekedés problémáját. Ezt mondta Cucor Gergely, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, azon a lakossági fórumon, ahol Selmeci Gabriella, a Fidesz országgyűlési frakció vezető helyettese, és Csenger Zalán Zsolt, a körzet Fideszes országgyűlési képviselője is jelen volt. Cucor szerint a budaörsiek tudnak tenni azért, hogy ez a város élhetőbb legyen úgy, hogy olyan jelölteket támogatnak, akik felelősségteljesen akarnak dönteni. Mint mondta, ő maga polgármester jelöltként erre vállalkozik.
Az, hogy valaki egy csapatba tartozik, az, hogy valaki egy szövetségbe tartozik, egy szövetségbe, egy csapatba, az azt jelenti, hogy közösen gondolkodunk a világról. Ez azt is jelenti, hogy közösek az értékeink. Nagyon fontos dologról egyformán gondolkodunk. És igazából ez a mai fórum erről fog szólni, hogy melyek azok az értékek, amelyeket mi fontosnak tartunk. Fontosnak tartjuk hazánk és a magyarok biztonságát, nem csak a belbiztonságot, hogy jól érezzük magunkat Magyarországon és biztonságban érezzük magunkat, hanem a határaink védelmét. Fontosnak tartjuk azt az értéket, hogy védjük a családot. Ezen belül ugye nekünk első a gyermek. Nagyon fontos az, hogy ismerjük el a gyermekvállalással járó költségeket, az áldozatot. Ez is egy érték, hogy családban gondolkodunk, szeretnénk népszerűsíteni a házasság intézményét, szeretnénk, hogyha több gyermek születne Magyarországon, és korábban születnének meg ezek a gyermekek. Rövid sajtótájékoztató keretében foglalta össze Selmeci Gabriella országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezető helyettese országjáró körútjának legfontosabb kérdéseit, majd egy lakossági fórumon hosszabban is kifejtette azokat. 2010-ben azzal szembesültünk, hogy tényleg a gazdasági szakadék szélén áll az ország. Ott már elnézést a kifejezésért lihegett a nyakunkban az IMF, és bizonyos politikusok, európai politikusok, akik csak arra vártak, hogy Magyarország a második Orbán kormánnyal az élén térdre rodjon, és újra segítséget kérjen az ország, és újra hiteleket vegyen fel. Nem ez történt. Sikerült megóvnunk az országot és a nemzetet ettől, annyira, hogy visszatudtuk fizetni az IMF hiteleket, és nem tudom, hogy emlékeznek-e arra, mi emlékszünk arra a dicső pillanatra, amikor az akkor még Matolcsy György gazdasági miniszter úr üzent a sajton keresztül az IMF-nek, hogy hát tulajdonképpen be lehet zárni a budapesti irodát, és el lehet menni haza, mert hogy Magyarország visszafizette az IMF felé a hiteleit, és nincs rájuk szükség. Selmeci Gabriella előadásában hangsúlyozta, hogy a GDP 5%-kal nőtt 2010 óta. Kiemelkedő a gazdasági növekedés, nőtt a munkahelyek száma és csökkent a munkanélküliség az országban. Beszélt arról is, hogy rendkívül sokat fordítottak a családok támogatására. Figyelmeztetett a migráció veszélyére és bírálta az ellenzék politikáját, köztük Vittinkov Tamást, Budaörs jelenlegi polgármesterét is. Csenger Zalán Zsolt, a körzet fideszes országgyűlési képviselője is, az utóbbi gondolatokat megerősítve bírálta a város jelenlegi polgármesterét. Néhány héttel ezelőtt a sajtótájékoztatón Vittinkov Tamás, ami egyébként Budakeszin volt, Vittinkov Tamás is ott állt. A Buda környéke fejlődése egyesület, ugye ez ugyanúgy BFL, mint az ő Budaörs fejlődésére egyesület, és ott állt bizony a DK-s, a jobbikos, a szocialista, a momentumos, LMP zászló előtt. Ott állt a posztkommunistákkal, a nejlonfasisztákkal, mindenkivel, akitől ő korábban elhatárolódott. Fölvállalva a BFE és Vittinkov Tamás a Jobbik jelöltje, Gyurcsány Ferenc jelöltje, ennek a romhalmaz szocialista pártnak a jelöltje, illetve jelöltjei. Ezt azért mindenki jó, hogyha tudja, és nem csak ő, ugyanígy van Budakeszin és Nagykovácsiban is, összegyurcsányozták magukat. A hosszú előadást követően Cucor Gergely, a Fidesz-KDNP budaörsi szervezetének polgármester jelöltje ismertette programját. Ebben az intézményfejlesztés, az önálló színház, a városközpont kialakítása, a turizmus fejlesztése, a piac befejezése szerepel többek között. Bemutatkozójában bírálta a város jelenlegi polgármesterét, felelőssé téve őt a közlekedési gondokért, a zsúfoltságért, a sűrűn beépített telkekért, számon kérve rajta az élhető várost. Itt koncepcióra, jövőképre, elképzelésre van szükség, meg kell tudni állapodni például a szomszédos polgármesterekkel, meg kell tudni állapodni a kormánnyal, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, amely nem csak Budaörsön jelentkezik, hanem az agglomeráció egészét sújtja. És erre mi nyitottságot mutatunk, ha mi leszünk, ha mi oldalunk fogja vezetni Budaörsöt, akkor a közös megoldásban leszünk érdekeltek, és nem a bűnbakot fogjuk keresni, hanem azt szeretnénk megoldani, hogy Budaörsön közlekedhető, élhető város
alakuljon újra vissza. Cucor Gergely szerint Vittinkov Tamás folyamatosan külső okokat keres a problémákra, és nem tesz, nem tett semmit a megoldásuk érdekében. Nekem érték az, ami Budaörsöt megtestesíti, kevésbé a dobozok, ami mögöttem vannak, hanem sokkal inkább az a történelmi, tradicionális hagyomány, meg az a közösség, amit önök itt alkotunk, ez számomra az érték. És nem az, hogy állandóan támadjuk, külön kispécizzük azokat a alanyokat, amelyek mögé bebújtva azt tudjuk mondani, hogy mi nem tehetünk arról, hogy a város így néz ki, nem tehetünk arról, hogy a közlekedés nem működik, nem tehetünk arról, hogy élhetetlenné válik a város, de igenis tehetünk. Mi budaörsiek tudunk erről tenni. Úgyhogy ha olyan jelölteket támogatunk, akik ezt a fajta attitűdöt eltolják maguktól, akik felelősségteljesen akarnak dönteni, akik önökért, a budaörsiekért szeretnének dolgozni, cselekedni. A választási programunk ezt tartalmaz, ezt öleli föl. Én magam polgármesterként erre vállalkozom. Ezt követően Cucor Gergely sorra bemutatta a budaörsi Fidesz és KDNP közös önkormányzati képviselőjelöltjeit. A Budaörsi Művészek Egyesületének alelnöke Foly Dániel van itt ma este a stúdióban. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az apropó az, hogy Gárdonyban rendeznek egy kiállítást, de nem csak erről szeretném kérdezni, hanem nyilván az egyesület mindennapjairól, működésükről, örömeikről és gondjaikról, de akkor kezdjük az aktualitással. Gárdonyban 23 művész alkotását állítják majd ki. 23 művész tagja a Budaörsi Művészek Egyesületének, ez már önmagában egy nagy szám. Igen, valójában egy picit többen vagyunk, de most nem tudnék részt venni, mivel hát nem mindenki tudott úgy évközben alkotni, illetve van 4 új tagunk, akik most ezen a kiállításon részt fognak venni, és ők is bemutatkoznak. Mivel ez egy kiállítás lesz, nyilván azok a művészek tudnak bemutatkozni, akik valamit alkotnak, tehát mondjuk képzőművészek, iparművészek, tehát ami megmutatható, mondjuk nyilván egy zeneművész vagy egy színész, aki ugyanúgy lehet egyébként tagja a Művészek Egyesületének, hiszen ők is művészek, ők itt nem tudnak bemutatkozni. Hát bemutatkozni úgy lehet, hogy akár a trombita művész társunk is, aki néha felszokott ugye lépni a megnyitókon, hogy ő is szokott részt venni ebben. Ez egy fontos dolog, hogy Gárdonyban bemutatkozhatnak, ott rendeznek egy kiállítást, mert hogy elméletileg a művész, a BUM-nak az is egy célkitűzése, hogy az itt élő művészek munkáit népszerűsítsék szerte az országban. Így van, pontosan ezért megragadtuk ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, hogy Gárdonyban kiállíthatunk, mert hogy pontosan egy évvel ezelőtt 2 művésztársunk, aki Gárdonyban lakik, nekik volt kiállításuk. És hát gondoltuk, hogy kössük össze a kellemest a hasznossal, elmentünk egy csoportos kiállítás megtekintésre, illetve hát egy ilyen BUM-gyűlést tartottunk, és ennek keretében ugye megnéztük az összes munkájukat, és hát itt kaptunk felkérést arra, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha 2019-ben csinálnánk mi is egy közös kiállítást. Hol lesz ez a kiállítás ott Gárdonyban? Ez Gárdonyban a Velence Tavi galériában lesz. Ez egy 3 szintes, gyönyörű szép galéria, nagyon szépen felújítva. Ha jól tudom, akkor ez egy régi magtár volt, amit teljesen felújítottak, és itt lesz. Kicsit a Zicsi Majorra hajaz, nem? Mert hogy annak is más funkciója volt régen, és azt is felújították. Hát igen, de én mondjuk kimondottan örülök neki, hogy nem hagyják ezeket az épületeket úgy leromlani, olyan állapotba hagyni, hanem inkább felújítják, és inkább a művészetnek próbálják meg átnyújtani. Igen, egy új funkciót keresnek neki. Gárdony egy nagyon ismert város, nagyon sokan látogatnak oda, de leginkább nyáron, amikor jó idő van, és fürdeni lehet a Velencei tóban. Ilyenkor inkább egy alvóváros, egy kihalt város, nem? Tehát olyan nagyon sokan azért nem biztos, hogy elmennek. Hát mi reménykedünk benne, igazából, mint tudjuk, azért Balatonon, Velencén ugye nagyon sokan laknak is, tehát nem csak a nyaralóknak vannak ott ugye kapcsolataik. Mennyi ideig lesz ez a kiállítás ott látható? Ez október 4-től október 31-ig lesz. Tehát nagyjából egy hónapig. Igen. Hát ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, egy kellemes is kirándulás is lehet Gárdonyba. Nagyon jó oda a vonat közlekedés, tehát vonattal is lehet menni, nem feltétlenül kell autóval menni. Akkor beszéljünk az itteni munkájukról. Mondta, hogy vannak új tagjaik is. Ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag hónapról hónapra, vagy ha tetszik évről évre, bővül a BUM? Igen, igyekszünk minél több emberrel kapcsolatba lépni, illetve nagyon szeretnénk, hogy egy kicsit bővülne, egy kicsit frissülne a vére a BUM-nak. Még azért is, mert hogy
szükség van olyan alkotóknak a munkáira is, akiket eddig még nem láthattak, vagy esetleg valami teljesen új stílust képviselhetnek. Ugye most köztük van két fotográfus, illetve van a grafikus és festőművész. Egyébként nagyjából a tagok hogy alakulnak? A többség az mondjuk festő? Hát nagy többségében igen, festők és szobrász. Most már azért a fotósokat is kezdjük erősíteni, ugye a mi vonalunkat, ennek kimondottan örülök, mert én nagyon szeretem például látni ugye mások munkáit is, és akár együtt dolgozni. Milyen gyakran tudnak, milyen gyakran rendeznek kiállításokat, hiszen az Icsi Majort közösen használják az Építész Egyesülettel. Most már nincsenek konfliktusok? Hát konfliktusok eddig sem voltak, én inkább azt mondom, hogy most sokkal jobban, gördülékenyebben működik minden, mivel elég szépen meg tudtuk oldani ezeket a kiállításokat, illetve ebben az évben történt egy nagyobb felújítás az Icsi Majorban, gyönyörű szépen kifestették a falakat, illetve teljesen új világítást kapott az Icsi Major, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha innentől kezdve még több kiállítás és rendezvény lehetne. Az egy távoli cél lehet, vagy egy távoli cél, hogy ez egy olyan értelemben állandó kiállítóhely legyen, hogy mindegy, hogy tél van, nyár van, hétköznap vagy hétvége van, oda mindig be lehet menni, ott mindig van valami kiállítás, ott mindig van egy társaság? Így van pontosan ez a cél vele, hogy akár minden hónapban legyen új kiállítás. Tehát az, hogy a kapui mindig nyitva álljanak a néző közönségnek, és az, hogy minél különlegesebb, minél szebb alkotásokkal tudjuk megtölteni a galériát. Mi kell ehhez? Hát hiszen tagok vannak, akkor beosztják, hogy egyik hónapban te, a másik hónapban te, és gyakorlatilag egy hónapban akár 12-15-18 alkotónak a munkáit is ki lehet állítani, vagy egy kiállításon lehet mondjuk több alkotónak a munkáit is megmutatni. Egy kis festmény, mellette egy kis grafika, mellette egy kis fotó, és mindjárt egy sokszínű kiállítást rendeznek. Így van, főként próbáljuk közös kiállításokkal megtölteni a teret, mert hát ugye két hatalmas nagy térről van szó, teremről, és pontosan ezzel próbálunk meg akár külsős más művészeket is meghívni. A kiállítás ugye az mindig egy passzív dolog, meg lehet nézni, el lehet rajta gondolkodni, de sokkal többet jelent, ha valaki elmagyaráz, hogy mire gondolhatott a művész, vagy hogy készült ez az alkotás, vagy mire hasonlít, mit kell belelátni, amit esetleg lehet, hogy egy laikus szemlélő nem is lát bele. Vannak ilyen kvázi tárlatvezetések, vannak ilyen programok, ilyen kiegészítő rendezvények? Igen, legutóbbi kiállításunkon, ami tavasszal volt, ott volt például egy nagyon kellemes bevezetése a kiállításnak, hogy egy kicsit úgy bevezették az embereket ebbe a tárlatba, és egy zenés aláfestéssel fagott művészünk próbálta meg ugye eljátszani ezeket az érzéseket, gondolatokat, hangulatot. Ha már itt tartunk, akkor mondjuk az Icsi Major az alkalmas arra, hogy egy koncertet tartsanak, mert ugye a tagjai között vannak zeneművészek is, és hát ők leginkább zenélni szeretnek, tehát az ő alkotásaikat nem lehet kirakni a falra, vagy egy kis asztalra. Igen, valójában minden, ami művészettel kapcsolatos, minden helyet kaphatott, tehát akár a kisebb koncertek, vagy előadások, akár könyvbemutatóra is nagyon nyitottak vagyunk. Vannak ilyenek? Tehát mit terveznek a következő hetekben, hónapokban? Hát jelenleg, amiről biztosan tudok, ugye a karácsonyi boom lesz, illetve hát szeretnénk néhány könyvbemutatót, ahogy így említettem is az előbb, illetve a szokásos fotószakkörnek a kiállításaival megtölteni. Jó ötlet karácsonykor kiállítást rendezni, mert az inkább egy egyházi és egy családi ünnep, tehát akkor nem biztos, hogy nagyon sokan mennek el, vagy éppen akkor ráérnek, mert szünet van az iskolában, szabadságon vannak, és akkor jobban elmennek? Hát abból a szempontból jobb mondjuk egy karácsonyi program, hogy ugye programot és kiállítást egybekötni. Tehát a kisteremben szokott lenni egy kézműves foglalkozás, ami kimondottan gyerekeknek szól, a nagyteremben pedig inkább a felnőtteknek szóló kiállítások. Budaörsi Művészek Egyesület. Az Egyesület szó ugye azt is takarja, hogy nem csak azért jöttek létre, nyilván ha ez a fővonal az rendben van, hogy kiállításokat rendezzenek, hogy programokat rendezzenek, de nyilván ez egy érdekképviselet, meg egy találkozási pont is. Összejönnek a tagok, megbeszélik a napi gondjaikat, problémáikat, segítenek egymásnak ebben, abban, vagy éppen kitalálnak valamit a várossal, a környezetükkel kapcsolatban. Vannak ilyen összejövetelek? Mi hangzik ott el? Hát ilyen körülbelül másfél-két havonta szoktunk gyűléseket rendezni,
és pont annak alkalmából, hogy ugye átbeszéljük ezeket az ötleteket, gondolatokat, akár a következő kiállításokkal kapcsolatban, és hát mindig vannak új ötletek, csak hát egyelőre még... Na mondjon egy-két nem... példát, csak egy kicsit belelássunk az egyesületbe. Nagyon szeretnénk egy természetvédelmi kiállítást, illetve egy erre szóló kiállítást szervezni, ami kimondottan arról szól, hogy egy kicsit felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy mégis a környezetünkben mi folyik. Tehát az, hogy nem véletlenül vannak ezek a környezetváltozások, illetve ezek az éghajlatváltozások, az, hogy a tengerekben, a levegőben, hogy mi zajlik. És hát ezt próbálnánk valahogy egy kicsit ilyen művészies vonalon bemutatni. Tehát kvázi irányítják a művészeket, hogy ezzel kapcsolatban fessenek, készítsenek szobrokat, készítsenek fotókat vagy grafikákat, és mondjuk zeneműveket, vagy ezzel kapcsolatos zeneműveket játszanak el? Nem feltétlen, hanem én elsősorban arra gondoltam, illetve mi arra gondoltunk, hogy például egy pepes palacból, illetve több pepes palacból kiraknánk egy akár egy nagy bálnát, amit különbözőképpen megvilágítanánk, akár egy ilyen tengeri hullámokkal, effektekkel, aláfestésekkel. Igen, ez borzasztó érdekes, hogy mindig a delfinek a jelképei a klímaváltozásnak, mert hogy őket sajnáljuk, vagy őket szeretjük, de az igazi nagy probléma nyilván nem ez, hanem az, hogy nagyon szélsőséges időjárás van. Nagyon hideg, meg nagyon meleg, meg hatalmas nagy viharok, meg szél, és ez az igazi nagy probléma. Na ezt igen. A művészek be tudják a maguk módján mutatni valahogy, nem? Így van, így van. Hát itt abszolút elengedhetjük a fantáziánkat, és akár a színekkel, akár a formákkal is meg tudjuk ezt valósítani. Mikorra várható ez a rendezvény, vagy most még csak abszolút tervezik? Időpont még nincsen egyelőre, csak terv alatt van. Hát akkor egyelőre, amit bizton ajánlhatunk, ez a Gárdonyi kiállítás, ami októberben végig, gyakorlatilag egész októberben megnézhető, aztán pedig a BUM karácsony, amit ajánlunk akkor mindenki figyelmében. Illetve a Facebook oldalunkon, a BUM Art Facebook oldalon tudják követni a nézők az eseményeket, illetve hát a következő rendezvényeinket. Látogassanak el oda. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. A 40. tanévét ünnepli a Herman Otto általános iskola. Igaz, amikor átadták a sulit, akkor még nem ez volt a neve. A jubileumi rendezvényre közel 200 öreg diák ment el. Közösen énekeltek, megemlékeztek a több évtizede az iskolában tanító pedagógusokról, és bekebeleztek egy hatalmas tortát, ahogy ez a szülinapokon szokás. A sulit 1979-ben adták át a lakótelep bővítése miatt, de önálló intézményként csak 1980-tól működik, kettes számú általános iskola néven. Később az ismert természettudósról Herman Ottóról nevezték el, és logója egy gólya lett. A Herman 2014-es emelet ráépítéséig és felújításáig az emblematikus épület színei miatt csak kék iskola néven volt a köztudatban. Igazán lazán, a hermanosoktól már megszokott kötetlen hangulatban, a 80-as évek egyik meghatározó slágerével indult el a 40 éves fennállását ünneplő iskola tanár-diák találkozója, ahol a várakozáson felül több százan vették ki a részüket a közös ünneplésből. Nagyon szorongtunk, hogy mennyien lesznek. Én arra számítottam, hogy körülbelül 200-as tömeg fog összegyűlni, de szerintem már nem sokára meg lesz a 200, úgyhogy boldogok vagyunk. A legjobb öreg diák találkozó az, ahol nagyon kevés a protokolláris rész, kevés a műsor, és az emberek tudnak egymással beszélgetni, úgyhogy most gyakorlatilag mi egy ilyet tervezünk, hogy mindenki részese a rendezvénynek, nem kell meghallgatni, megnézni semmiféle külön műsort, hanem az ember együtt tud énekelni a többiekkel, és sok beszélgetés, sok lazaság, az a lényeg, hogy találkozni tudjunk a régiekkel. Mindez maradéktalanul sikerült, hiszen egyik pillanatról a másikra szinte nyüzsgő mékassá változott az iskola tornaterme. Régi barátok találtak újra egymásra, előkerültek az egykori fotók és persze a hozzájuk kapcsolódó sztorik, mosolyt fakasztó történetek. Sokan most találkozhattak hosszú évek után újra az egykori tanárukkal, osztályfőnökükkel. Igazi időutazás volt ez mindenki számára, kinek-kinek a korához mérten 10, 20, 30 vagy akár 40 évet is visszaforgott egy-két órára az idő kereke.
Demeter Éva, a Herman nyugalmazott magyar tanára is örömmel találkozott újra egykori diákjaival, akik ma már a város meghatározó egyéniségeivé nőtték ki magukat. Őket harmadiktól nyolcadikig tanítottam, úgyhogy emlékszem rá, amikor negyedikben egy matek órán végignéztem rajtuk, hogy vajon-vajon a jövőben mi lesz belőlük, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, mert minnyájan megtalálták a helyüket az életben, minnyájan sikeres emberek lettek. Egy csodálatos osztály volt, 11-en mentek az IJ-sbe, ugyanebből az osztályból azóta is tartják a kapcsolatot, úgyhogy fantasztikus közösség volt már harmadik negyedikben. Gyakorlatilag az alapokat az Éva nénitől kaptam, meg a Herman iskolától, úgyhogy rengeteget, nagyon sokat köszönhetek nekik. A legvidámabb éveim voltak, nagyon-nagyon szerettem idejárni, és nem véletlen az, hogy most már a kisfiam is ebben az iskolában kezdett idén. Minden osztályban van egy gyerek, aki ilyen vicceskedő, na nálunk nem én voltam az, de viszont én vagyok az, aki úgy maradt. Nem törtünk borsot szerintem az orra alá annyit, amit lehetett volna, úgyhogy mi szerintem kimondottan visszafogottak voltunk, de nekünk meg is volt engedve a csibészség, mert nagyon jól teljesítettünk, tehát 4,8 volt az osztályátlag. Mi voltunk az elsők, akik kigrafitizhették az osztályfalát, úgyhogy a tanárok elnézők azokkal a csibészekkel szemben, akik nem csak rosszak, hanem rosszak, de inkább ez a talpra esett vagányok. Úgyhogy hála, nálunk a lányok is ilyenek voltak, a fiúk azok meg rosszak voltak, mint a bűn nyilván, hát általános iskola. Itt még azért ki lehet élvezni ezeket az éveket, mi ki is élveztük maximálisan. Nagyon jó osztályfőnökünk volt a Döme, úgyhogy én imádtam, szerettem. Nem mindig, de hát ez nyilván a diák léttel jár, de marha igazságos és jó tanár volt, és tényleg szerintem mindenkinek olyat adott, hogy nálunk nincs is szerintem, aki nem diplomás rajtam kívül. Kb. Szóval mindenkinek egy olyan induló löket volt ez az osztály, közösség, illetve ez az osztályfőnök, hogy óriási szerencsénk van vele, meg egymással is. A kötetlen beszélgetés mellett lényegében csak a rögtönzött tanári énekegyüttes és az öreg diákok közös éneke volt egy kicsit kötöttebb, protokolláris része az összejövetelnek, persze az is csak lazán, alapvetően a spontaneitásra építve. Nem csak, hogy a Herman szív dobog, de még a kettes számú szív is dobog, hiszen vannak olyan tanulók, akik még a kettes számú általános iskolába jártak, ugye ez 1995-ig kettes számú általános iskola volt, csak 95-től Herman, úgyhogy azt hiszem, hogy ez így szépen összeolvad most ebben a rendezvényben, ennek nagyon örülünk, és hát tényleg az van, hogy ha eljönnek ide, akkor azt jelenti, hogy jó élményeik voltak. Természetesen az egykori kettes, majd Herman Otto általános iskola 40 éves szülinapi tortája is elkészült a különleges találkozóra, amelyet Vitinkov Tamás a település polgármestere és Turcsik Viktor az intézmény vezetője közösen hozott be az ünneplő tanárok és az egykori diákok elé, akik aztán közösen dalban köszöntötték a jubiláló iskolát. Vasárnap élőben láthatják majd itt a Budaörsi Városi Televízióban az első 5 önkormányzati választókerület képviselőjelöltjeinek és a polgármester jelöltek első vitaműsorát. Reggel 9-kor kezdünk az egyes körzettel, aztán 2 óránként következik egy-egy újabb körzet, majd este 7 órakor a polgármester jelöltek szócsatája. Ajánlom figyelmükbe, és fontos megjegyezni azt is, hogy ezeket a műsorokat a jövő héten meg is ismételjük, majd minden nap egy körzet jelöltjeinek a vitaműsorát láthatják 18 óra 30 perctől, tehát hétfőn az egyes, kedden a kettes, szerdán a hármas körzet, és így tovább. Utána pedig a polgármester jelöltek első vitaműsorát ismételjük majd meg, azt minden este láthatják. De persze a honlapunkon és a YouTube csatornánkon is megnézhetőek lesznek a műsorok. A sorozat aztán a jövő héten vasárnap folytatódik a következő 5 körzettel, mert hogy 10 egyéni választókerület van Budaörsön, és akkor rendezzük majd meg a polgármester jelöltek második vitaműsorát. Most pedig nem sokára Németh Lojzi lesz Bétót László vendége, a Városi Magazin után kezdődik az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című műsor,
utána pedig a K.O. politikai vita műsor következik. Mindezek előtt azonban még megmutatjuk a hétvégi programkínálatot. A 10. testvérvárosi szüreti mulatságot tartják a Csiki pihenőkertben szombaton 10 és 14 óra között. A program része testvérvárosaink bemutatkozása, étel és borkóstoló, közös szüretelés, szőlőtaposás és préselés, valamint egy bográcsos ebéd. Varró tanfolyam lesz kezdőknek a lakótelepi közösségi házban szombaton 10 órától. Bejelentkezni a 0630 613 82 40-es telefonszámon tudnak. A Kávécsarnok május című darab bemutató előadását tartják a Budaörsi Latinovic Színházban szombaton este 7 órától. A főszerepben Takács Katalint és Koltai Róbertet láthatják. És a gyermekeket is várja egy előadás, a Titok tündérbáb játékot hétfőn 10 órától játssza a Ciróka Báb Színház az Ifjúsági Klubban. A Magyar Népmese napját tartják a Jókai Mor Művelődési Házban vasárnap 10 órától. A program része Korpás Éva és Madarász András gyerekkoncertje, az Elvarázsolt Fazék című báb előadás, néptánc foglalkozás, állatsimogató népi játékok és lisztes játszótér. Legvégül pedig mutatjuk az elérhetőségeinket, közben pedig még egyszer elmondom, hogy vasárnap önkormányzati választási vitaműsorokat láthatnak itt a Budaörsi Városi Televízióban. Reggel 9-kor kezdünk tehát az egyes körzettel, aztán 2 óránként egy-egy újabb körzet, este 7-kor pedig a polgármester jelöltek összecsapása. Most köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Városi magazinnal legközelebb hétfőn 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.